No, hát én logikai oldalról közelítem meg. Én azt látom, hogy egy szép leírórendszer, amiben tulajdonképpen megvan a logika, akkor is, hogyha esetleg nem úgy működik a asztrológia, mint téma. Te, neked mi a tapasztalatod? Mert azt ugye tudom, hogy bőven foglalkozol ezzel már egy jó ideje. És te is akár saját magadra említetted, hogy a balesetednek is érdekes asztrológiai vetülete van. Igen, hát én régóta foglalkozom az asztrológiával. Nagyon mélyen foglalkoztam vele évekkel ezelőtt, úgyhogy amikor én elkezdtem tanulni, akkor azt csináltam, hogy a saját képletemet kinyomtattam ilyen nagyba, az asztrológiai képletemet, a születését, és a napi szinten vittem hozzá vele a bolygóállásokat, tehát azt úgy, hogy ilyen kis gombostűre fel volt szúrva egy bolygó, és ezt mindig léptettem előre az összes bolygót minden nap. Mert arra voltam kíváncsi tapasztalatilag, hogy ez hogy van, mert ugye az elméletét tanultam, de kíváncsi voltam, hogy ez hogy jelenik meg. Másfél-két évig csináltam ezt a körbe járogatást, és az volt a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok minden látszik egy képletből és egy adott épaktális konstellációból, illetve a kettő összevetéséből. Nagyon sok minden látszik, de nem minden. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bizonyos számomra fontos dolgok nem mutatkoztak meg, viszont megmutatkoztak adott esetben másik fontos dolgok. Tehát itt a következő a dolog lényege, hogy az, amit látni kell, az az, hogy mi egy energetikai világban élünk. Egy rezgésekből, valójában rezgésekből álló világban, ahol az anyag is voltak éppen végső soron rezgés. És az egész létünk a rezgések között folyik. Tehát minden rezgés, minden kibocsájtott. Tehát egy érzelem is, egy gondolat is, egy mozdulat, bármi. Na most az asztrológia ezeket a rezgéseket, ezeket valahogy megpróbálja feltérképezni, és itt van egy alapvető világnézeti alapállás, hogy minden összefügg. Tehát nincsenek ilyen elszigetelt részek az életben, hanem ez az egész egy valami. És ez az egy valami, ez rendkívül sok komponensből áll, és rendkívül sok rezgés, rendkívül sok dolog minden van. És bizonyos szinteken lehet ezeket az épaktuális leosztásokat vizsgálni. Tehát gondolok itt arra, hogy például a bolygók ilyeneket jelképeznek, hogy például érzelmek, gondolatok, akaratok, szándékok, akkor a meggyökeresedett dolgok. Tehát például az érzelmekre a Vénusz bolygó utal, akkor az akaratokra a Mars bolygó utal, a gondolatokra a Merkur bolygó. De ugye ez több, a Merkur az több annál, mint gondolatok, mert a közlekedés, kommunikációt, tehát egy nagyon-nagyon tág kör. Tehát mondjuk úgy, hogy a kapcsolatok a dolgok között, a mozgása a dolgoknak, akkor az ezzel kapcsolatos elképzelések, ez mindegy. Akkor a Mars, ugye, ami az akaratokkal függ össze, és a szándékokkal, az az agresszió. Ugyanakkor a férfi erő, bizonyos energetikai dolgok, tehát például a tűzerő. Tehát nem egy valamiről van szó, hanem egy nagy csoport, amit, hogyha azt mondom, hogy a Mars, akkor a Marsban benne van az is, hogy én mit akarok, az is benne van, hogy mik azok az ilyen agresszív vagy akaratos események, vagy ilyen hirtelen bejövő valami ártalom. Tehát a Mars bolygó például ilyen balesetszerű ártalom dolgokat is mutat. De ez mind összefügg. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a szándékok, amelyek adott esetben egymásnak feszülnek, vagy éppen egymást segítik, hogy azok hogy néznek ki. Tehát ezért aztán nem lehet semmit se egy az egybe megfeleltetni valami másiknak. Hanem ez egy, a szimbólumrendszer szintje az úgy néz ki, hogy van 12 csillagjegy, 12 színezet, 12 alapállás, és ezen belül történnek a bolygók által jelzett
mozgások vagy történések. Tehát itt rendkívül összetett képről van szó. És ezért ugye egyrészt meg kell tanulni ilyeneket, hogy a különböző jegyek, a különböző asztrológiai jegyek egyáltalán mit jelképeznek, például milyen személyiségi jegyeket hordoznak, mondjuk a kos, vagy a bika, vagy ez. Akkor azt is tudni kell, hogy bizonyos jegyeknek, bizonyos bolygók, hát inkább úgy mondanám, hogy bizonyos jegyekkel bizonyos bolygók kapcsolatban állnak, és nem ugyanolyanokkal. Hát például a Mars bolygó a kosban erőben van. Tehát ott mindenképpen valamiféle felfokozott energia mutatkozik a kos esetében, és a Mars bolygó esetében, ott ez egy egymást erősítő dolog. De például a mérleg jegy, ami pont szemben áll a kossal, ott például a Mars, ami adott esetben az akaratot jelképezi, az gyengében hat, tehát azt mondják, hogy uralomvesztésben van. Ami azt jelenti, hogy például egy mérlegnél az, hogy mik a szándékai és milyen nagy indítatásokat végez kifelé, az sokkal lefékezettebb, mint egy kosnál. Tehát egy kos bedühödik és pofán vág. Ugye egy mérleg meg bedühödik, de nem vág pofán. Szóval ott balansz van, tehát a mérleg egyébként diplomáciai dolgokra nagyon jó, mert az állandóan a balanszot keresi. Ott viszont a Vénusz van uralomban, tehát egy mérlegjegyű ember, hogyha például mérlegben van a Vénusza is neki, akkor az egy nagyon érzelemgazdag, művészetekre fogékony ember. Tehát ilyeneket abszolút meg lehet látni, meg tendenciákat. Tehát most például egy eléggé súlyos tendencia van, és ez világméretű, és ezt a Mars és a Plutó és a Szaturnusz együttállása mutatja a vakban. Tehát van ez az együttállás, ami egy lassú bolygókról lévén szó, ez egy hosszú ideig tart, és ez mindenképpen az ilyen negatív, ártó dolgoknak a felfokozódását jelképezi. És ez egy ideje tart. Amióta a bakban együtt van a Plutó a Szaturnusszal, azóta világszinten is aggasztó jelenségek történnek, tömegszinten történnek aggasztó jelenségek. És tehát ilyen értelme, ugye most nem lehet egy asztrológia órát tartani, persze, persze. De a lényeg az, hogy én ezzel nagyon hosszasan foglalkoztam, és arra rájöttem, hogy ez egy igenis működő dolog, amit, hogyha az ember figyel, akkor le lehet vonni fontos konzekvenciákat, de például ilyet, amit én bulvár sajtóban lehet időnként olvasni, szóval kikérem magamnak, én mint asztrológus. Pedig én csak amatőrként figyelem a dolgot. De hát ki figyelj, ilyen, hogy ezen a héten kedden a mérlegek megtalálják elveszített pénztárcájukat. Tehát ez a kijelentés. Ez hamis. Ezért tehát ez nem úgy, tud tönni. Ezért tűnik úgy, hogy az egészben nincs semmi. Persze. Ez egy általánosítás. Hát persze. Tehát most mi eleve lehetetlen elgondolni, hogy mit tudom, az országban van 1 millió mérleg, vagy nem tudom hány, vagy 500 000, nem tudom. Tehát nyilván szétoszlik ugye az ország lakossága között, hogy ki milyen. De hogy most az sok százezer ember mind elvesztett múlt héten pénztárcát, és majd most ezen a héten megtalálja, ez egy abszurdum. Meg az, hogy jön a nagy szerelem. Hát ezért ez nem úgy van. Valakinek azt jelenti, valakinek alkotást. Így van. Tehát azt mondom, hogy ez én például, mint asztrológus, én olyan konkrétumokat soha nem mertem mondani senkinek, hogy most akkor majd pénzt kap, vagy nem kap pénzt, vagy most akkor meg fog halni, vagy nem fog, vagy a betegség, majd jön egy betegség. Látok egy rossz konstellációt mondjuk a betegségekkel kapcsolatban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő maga beteg lesz. Tehát az lehet például, mivel a betegségek háza az azonos a munkaházával, vagy mondjuk az ilyen nagyon komoly, kötelességszerű munkavégzéssel. Ez talán a 10-es? Nem, az a 6-os. A 6-os ház. A 10-es is munkával függ össze, de az inkább a hivatás része. De mondjuk a 6-os az olyan, amikor úgy szolgálni kell. Tehát mit tudom én, most hirtelen elmegy a nagymama a kórházba, és nekünk kell mosogatni egy csomó időn keresztül. Érted? Ez is a 6-os házban tud jelentkezni, mint ilyen kötelezettség. Sőt, a 8-as házban is jelentkezhet, hogyha korlátozással jár. Tehát az ember bekorlátozza valami, és akkor
Vagy például 12-es ház, amire azt mondják, hogy ugye a nyilvánosságtól elzárt dolgoknak a háza, vagy belső életháza, vagy a meditáció, az a te kórház, vagy elzártság. Igen. Na most érted, mondani az embernek, hogy te most kórházba fogsz kerülni? Ez egy merész. Hát ez de és megijed, és megijed, és ráadásul egy önmagát beteljesítő jóslatként működik, tehát azok az asztrológusok, akik azt merik csinálni, hogy így rámondják az emberre, hogy már pedig most maga kórházba fog kerülni, el fog törni a lába. Érted? Ilyen. Ő nagy pofával kijelenti, és közben abszolút nem biztos, hogy ennek meg kéne történni, de attól, hogy ő ráfogja, attól a félelemtől lehet, bevonza. Igen, önbetes. Tehát ez egy nagyon súlyos dolog. Azért örülök most nagyon így, mondjuk 10 perc után, mert gyakorlatilag elmondtad azt, amit én is gondolok, és amit én is megállapítottam. Na, de miközben te nem is foglalkoztál asztrológiával. Tehát tulajdonképpen a józanész alapján lehet mindent látni. Erről van szó. Ilyen szinten megfigyelek én is, tehát nézem a dolgokat, és levonom a konzekvenciát. Próbáltam azt, hogy előre nézek, hanem próbáltam, hogy utólag nézek vissza, így hogy van. Ne legyen önbeteljes. Így van. És ezeket gyakorlatilag megállapítottam, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ezt jelenti, vagy az azt jelenti. De mégis megvan a kapcsolat, mert például a balesetemnél az volt, hogy pont amikor éppen ez a csattanás volt, pont épp az aszcendensen ott volt ez a Plutó-Szaturnusz együttállás, épp fölkelőben, és szemben állva Marszal, meg mindenféle szal, olyan, tehát arra a percre pontosan, hogyha most 10 perccel előbb nézem, akkor az még nem áll össze. Igen. De pont épp fölkelt az aszcendensen ez a konstelláció, és abban például csak. És ilyen esetben például szerinted mi történik akkor, hogyha te nem utazol akkor épp, hanem ők otthon vagy a lakásban? Ez megint olyan, hogy nem lehet megmondani. De lehet, valami, lehet, tehát semmi, az, vagy valami... Elvágod a kezed, vagy akár. Megrász az áram? Vagy... Hát az nem. Az áram az nem. De ilyesmi lehet, hogy mit tudom én, egy hirtelen egy nagy összekülönbözés például a feleségemmel. Vagy hirtelen történik ott valami, ami úgy az embert megriasztja. Tehát valami, ez az energia mindenképpen megjelenik. És ugye mi ez az energia? Tehát a Plutóban van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy így hétköznapi szinten egy rossz indulatú energia. Tehát az is mondják, hogy pokolbolygó, tehát tulajdonképpen a Plutó az ilyen sátáni dolgokkal is összefügg. Na te mivel mással? Például a nyilvánossággal. Például az, hogy egy Plutó állásnál lehet, hogy épp nyilvánosan valami megjelenik. Például egy nagyon nagy fellépés, egy nagyon 10 000 ember ott van. Azt is mutatja a Plutó, mert az tömegekre hat. Vagy például van egy tömegszerencsétlenség, az is a Plutóval függ össze. Na most az emberben is ugye működik ez a Plutó energia, ami valami válság. Ez talán a legjobb kifejezésre, hogy a válság. De a válság az ugye váltást is jelent, és ezért mágikus ereje van. Tehát például egy mágikus akcióra, amikor az ember váltani akar valamit, és egy nagy tudati elhatározást tesz, hogy valami másképp legyen, azt is tudja a Plutó mutatni. Érted? Szóval ez az a helyzet, hogy itt nincs olyan igazából, hogy jó bolygó vagy rossz bolygó. Igen. Tehát a Plutóra is mondják ezt ugye, hogy rossz bolygó, de például a mágikus átalakulások, vagy az önmegváltoztatásnak is az energiája. Vagy például a Szaturnusz. Azt mondják, hogy rossz indulatú bolygó. Miért? Azért, mert a Szaturnusz a sorssal függ össze olyan szempontból, hogy amit az ember megcsinált, az van. Tehát találkozni kell a saját tetteink következményével, és ez nagyon sokszor rossz. És ezért, amikor hirtelen jön a Szaturnusz, akkor hirtelen szembesülni kell ezzel a sok szarral, amit mi csináltunk. Érted? És akkor az úgymond rossz bolygó. De közben, figyelj, a Szaturnusz másfelől a koncentrációnak a bolygója. Összeszedettség. Tehát például, amikor az ember egy erős szaturnuszi állásnál meditál, vagy elvonul, vagy egy kicsit böjtöl, összeszedi magát, koncentrál, akkor például ez az energia az épülést szolgálja. Igen. Ez egy óriási érdekesség. És
az az érdekesség jutott eszembe, amikor ugye a saját részt leforgattam ebből, hogy például a Plutót, ha jól emlékszem, 38-ban fedezték fel. Igen. Vagyis azóta egy teljes kört se tett még meg. Így van. Tehát még lehet, hogy nem is ismerjük egyes vonatkozásait, hiszen nincs gyakorlati tapasztalatunk, csak esetleg régen élt személyek életéből lehet következtetni. Hát igen, csak ott a kérdés az, hogy volt-e akkor már a Plutó a felfedezés előtt. Ez egy kérdés. Tehát például, ezt úgy értem, hogy a világból ugye levonjuk a következtetéseket, és feltételezzük, hogy például a Plutó bolygó, mint valami szilárd valami, az mindig is volt. Hát ez egyáltalán nem biztos. De hát eleve ez a világ, ez nem egy szilárd valami, ez nem egy véglegesen kész dolog. Hát voltak éppen az egész világ így, hogy van, mindenestül a tudatban van, nem máshol. Tehát minden jelenség, minden, csak is a tudatban van, az érzékelés is a tudatban, a gondolat is a tudatban van, az elképzelés arról, hogy milyen a világ, az is a tudatban van, a múlt emlékei a tudatban vannak, a jövőről alkotott képek a tudatban vannak, minden elgondolás és minden jelenség, minden tapasztalat a tudatban van. Na most ez azért érdekes, mert ha elgondoljuk, hogy esetleg van valami mégiscsak a tudaton kívül, hát ezzel az elképzeléssel behoztuk a tudaton belülre. Tehát még az az elképzelés, hogy a tudaton... Folyja szinte az állítás, vagy az elképzelés. Hogy van valami a tudaton kívül. Hiszen már meg is érkezett belőle. Még ez is a tudaton belül van, ez az elképzelés. Na most ez azért érdekes, hogyha innen nézzük a tudat szempontjából, akkor egyrészt megérthető könnyebben, hogy a mágia mit jelent. Hogy igazából nem végleges, és nem kész, és nem stabil dolgok között élünk, hanem először is állandó változásban van minden, és ami volt, az már nincs, ami pedig majd lesz, az még nincs, és csak a jelen van, de az már múlik el. Tehát pont míg nézed, múlik el. Tehát valójában nem válik valóra soha semmi. Ez a helyzet, mert minden egyes jelenség, amikor épp valóra válik, már múlik el, és nem marad már úgy. Tehát az az hamis elképzelés a világról, hogy itt stabil dolgok között élünk, egy stabil anyagi jelenségek és ezek között, egy ilyen biztos pontok között élünk, ez nem igaz. Hanem, mivel a tudatban van minden, a tudatból kell nézni, és igenis a tudatnak hajlama van, sőt igénye van arra, hogy bizonyos dolgokat stabilizáljon. Tehát, és ez a Szaturnusz bolygó. A Szaturnusz bolygó jelenti azt a törekvést, vagy azt a beteljesített törekvést, hogy a dolgok azért maradjanak úgy. És ez az egyetemes tudatban közös megállapodás. Tehát mi mindnyájan azt gondoljuk, hogy az jó, hogyha van a lábunk alatt föld, és ezért ezt mi a tudatunkkal fenntartjuk, de nem csak te meg én, hanem még a kutyák is, meg a bogár, meg a csiga. Igen. Tehát itt egy közös tudatról van szó, az élőlények közös tudatáról, amely bizonyos dolgokat stabilizálni akar. És ezért van az, hogy ilyen stabilnak tűnnek a dolgok. És logikai szempontból ugye azon is gondolkoztam, hogy milyen szép az a rendszer, mondjuk vegyük a Merkur pozícióját, mondjuk ugye innen nézve az égen, mindig ott mocorog, akár még a Vénusszal együtt, a nap körül. Nap körül. Mindig megy vele oda-vissza. Úgy van, úgy van. Vagyis bizonyos dolgok meg se történhetnek, tehát olyan nincs, hogy mondjuk Vénusz nap szembenállás. Az nem, sincs. Soha sincs. Igen, így van. És ez így nagyon van. Érdekes. Így van. És közben ugye a nap az az öntudatot jelképezi, tehát az embernek a fényességes öntudatát, az egyetemes öntudatát. A Merkur meg a gondolkodását, és a Vénusz meg az érzelmeit. Tehát maga az ember az úgy van megszerkesztve, hogy ne szakadjon szét a gondolkodása, meg az érzelmei, meg az öntudata. Viszont a szándékai, azok már tudnak szembenállni az ő fényes önvalójával. Ugye, tehát ugye hányszor tapasztaljuk azt a meghasonlulást, hogy belátjuk, hogy kéne csinálni, és mégis a szándékunk ellene van, vagy esetleg egy olyan lépést teszünk, ami hibás.
És az mutatja, hogy a Mars adott esetben pont szemben áll az öntudattal. Tehát olyan energia van bennem, ami én velem szemben áll. És mit mondasz arra, bár részben már egyébként megválaszoltad a következő kérdésemet, azzal, hogy minden mindennel összefügg, hogy például mondjuk a genetika, meg az asztrológia, mert ugye azt lehet mondani, hogy valami hat ránk. Van egy viselkedés mintánk, egy tanult, egy hozott anyagunk, DNS-ünk, van az asztrológia, ezek közt mi a viszony? Az, hogy minden mindennel összefügg, vagy nincs is viszony, csak egyszerűen egyikből következik a másik, és akár visszafele is lehet következtetni. Érted? Hogy értem ezt? Én értem. Én azt gondolom erről, hogy egy almát sokféleképpen lehet ötfelé vágni. És ha összevágjuk egyféle módon ötfelé az almát, azt újra össze tudjuk rakni egy egységbe. De, hogyha két almát összevágunk különböző módon ötfelé, vagy azt az almát egyszer megpróbáljuk így elvágni, meg úgy, azok a részek nem tudnak összeilleni. Tehát nem magyarázható szerintem az egyik rendszerből a másik rendszer. Mindegyiknek megvan a maga logikája. És ezért van, hogyha párhuzamosan nézzük a rendszereket, akkor mégiscsak találunk összefüggést, de egy magasabb szempontból. De például én az asztrológia mellé rendszeresen használom a tárókártyát és az I Ching-et. Az I Ching ugye az egy ilyen ősi kínai orákulumrendszer, mondjuk ilyen véletlenszerű dolgokról szól minden. Tehát a tárónál is, hogy véletlenszerűen melyik lap jön ki. Vagy az I Ching-nél, hogy épp dobom a pénzeket, mert ugye az ilyen pénzdobásos, vagy pálcika számolgatásos módszer, többféle módszer van az I Ching-re kidobni, de amikor a legegyszerűbb, hogy három pénzt dobunk, és akkor fej vagy írás alapon, abból a háromból kijönnek, négyféle verzió jöhet ki egy három pénzdobásból. Mindegy, tehát ezt csak úgy mondom, hogy az is egy rendszer, ott 63 jel van. És a 63 jel öleli föl az egészet. És közben, ugye van az asztrológia, ahol van 12 zodiákus, meg 10 bolygó, és az összes konstelláció. Ez egy másik felosztás. De hogyha az ember megnézi e szerint, megnézi a szerint, esetleg még húz rá egy tárókártyát, akkor ebből a háromból már összejön, árnyalódik, jöhet, hogy akkor végül is mi lesz. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Azt szokták mondani a szkeptikusok, nem mondja meg nekem senki, hogy 12-féle ember létezik, na de hát ha csak az aszcendenst is hozzáveszünk, akkor már mindjárt 144-ről beszélünk, és akkor még nem beszéltünk a többiről. Hát hogyne? Hát persze. Tehát ez benne a jó, hogy... tehát a lényeg az, hogy vannak olyan emberek, akik makacsul hisznek abban, hogy ez egy anyagi valóság. És az anyagi valóság fölé azt gondolják, hogy csak hozzá van ragasztva az, hogy mi miket gondolunk, miket érzünk, és hogy igazából mi csak reflektálunk az anyagi valóságra. Hát, hogy úgy néz ki a világ, hogy van egy igazi, végképp meglévő, igazi, objektív világ, és abban mi így csak úgy dobódunk ide-oda, hát képzelünk róla ezt-azt, de hát igazából az a semmi. Na most én pontosan a fordítottját gondolom. Én azt gondolom, hogy ez az egész anyagi világ, ez egy tünemény. Valójában tünemény, egy illúzió, ami viszont annyira erős, hogy ezt éljük át. Tehát nem úgy illúzió, hogy nincs, de igenis. Tehát ha rásik a tégla a lábamra, akkor az van, de az már kérdés, hogy az a tégla micsoda, vagy az a tégla milyen. Mert bár nekem rásik a lábamra, és ezért nekem éppen rossz. De aki éppen beépíti a falába, annak jó. A másik meg észre se veszi, annak rossz. Tehát a tégla az önmagában semmilyen. Az én viszonyom a téglával határozza meg, hogy mi lesz. Na most ez a nagyon érdekes, hogy maguk a dolgok pontosan ugyanígy önmagukban jelentőség nélküliek voltak éppen. Tehát a kapcsolat a dolgok és én köztem az határozza meg, hogy mi lesz aztán. És ez minden oldalról így néz ki. Most képzeld el, hogy ezt egy tudatnak, ha felfogjuk úgy, hogy ez egy tudati hologram, amiben minden benne van, és mindenki benne van, és az összes jelenség kölcsönhatásban áll egymással, de végül is valójában nem is igazán történik meg. Mert nem is pontosan tudjuk, hogy mi történik. Meg innen nézve így történik, onnan nézve úgy történik. Tehát az egész az egy ilyen kis szubtilis lebegésben van, de a valóság az az, amit tapasztalunk.
a legerősebb valóság, a valóság, mint nagy V betűs valóság, az nem más, mint konkrétan a tapasztalás, mert azt nem lehet visszavonni. Nem lehet visszavonni, mert megtörtént. De még utólag átértelmeződik. Tehát bár elhagy engem a barátnőm, és én rettentesen sírok, de kiderül, érted, egy év múlva, hogy de jó, hogy elhagyott. Tehát még azt sem lehet tudni, hogy jó-e vagy rossz valami, mert egy év múlva már örülök, hogy elhagyott, mert akkor van egy másik jobb csajom. Gyakorlatilag kijelenthetjük, nem, hogy nincs jó és rossz döntés, így, hanem döntés van, így van. Akár rajtunk múlik, hogy mire kovácsoljuk. Így van. Tehát azt kell gondolni, viszont figyelj, ebből mi következik? Mert a konzekvencia az érdekes. Na, nekem, hogy ha ez így van, akkor viszont alapvetően döntő, hogy bennem mi van. És ha például én szeretnék egy gyűlöletmentes világban élni, akkor a legjobban teszem, hogyha én kihagyom a gyűlöletet az életemből. Mert minél kevésbé gyűlölködök én, annál kisebb lesz a gyűlölet a világban. Nézd meg, én világomban alig van gyűlölet, mert csak maximum olvasok egy hírt, vagy ilyesmi. De mivel én senkire nem haragszom, senkire nem gyűlölködök, se erre, se arra, se amarra, én rám se nagyon gyűlölködik senki, érted? Tehát az én világomnak a gyűlölet tartalma csekély. Ez végülis egyfajta tanítás is, hiszen ha én a kereszteződésben nem dudálok rá a bent ragadt autóra, akkor lehet, hogy legközelebb ő se fog. Így van. Hát ilyen egyszerűek a dolgok, öregem, és belülről fakad minden. Tehát azt kell érteni, hogy ahogy mondják egy nagyon régi ősíratban, hogy belülről fúrta a teremtő az érzékszervek nyílásait. Ez erős. Belülről fúrta a teremtő. Ez erős. És akkor arra gondolok, hogy ugye az Isten, aki ez a nagy tudat maga, tehát ez nem máshol van, ez nem valaki más, ez már az. Tehát nekem közvetlen kapcsolatom van vele, miért? Mert én magam is az vagyok, meg te magad is az vagy, meg még ez a pohár is az. Csak ugye mindenki amennyit vállal, hát ez a pohár nem sokat vállalt, ugye ez azt mondja, töltsük tele. De te azt vállaltad, hogy ebből a Istenből, ebből a létezésből te megvalósítod ezt az embert. És te meg is van hozzá a lehetőséged, mert ugye te sokkal komplexebb vállalást tettél, mint egy csiga. A csiga az azt vállalta, hogy ő majd a házába behúzódik, vagy kijön, és akkor mászik. Tehát ő nem vállalta, hogy például blogot csinál. De nem is várjuk el tőle. Hanem ő annyit vállalt a létezésből, hogy ő csiga. De te embert vállaltál, érted? És ezért neked már a tudatodnak már nagyon közel kell legyen, a te tudatod nagyon közel kell legyen az isteni gondolathoz, hiszen a teremtés és a te képességed már. És miért számít ugye az asztrológia születés pillanatát mondja? Miért számít az? Az az első meghatározó élményünk? Vagy hát most ezen megint lehet vitatkozni. Hát figyelj, van, aki fogantatási asztrológiát csinál. Én ismerek olyan. Van, aki születési asztrológiát, és akkor lehet azon tamáskodni, hogy mi van, hogyha császárról született, és akkor előbb vették ki, mint ahogy megszületett volna. Nem érdekes. Igen. Ez nem érdekes. Tehát van egy kezdőpont. Figyelj, képzeld el, hogy van ilyen az asztrológiában, ami úgy hívják, hogy kérdőképlet. Az úgy néz ki, hogy nekem most eszembe jut egy gondolat, hogy mi lehet vajon most az én szerelmemmel? Érted? És ezt a kérdést én fölteszem, és erre a konstellációra, ami most van, beteszem a telefonon, hogy mi, megjelent a kérdés, és arra az válaszolni fog a konstelláció. Érted? Tehát a kérdőképlet... Tűnt fel a kérdés. Így van. Igen. Tehát most, ha megkérdezek valamit így, akkor az választ fog adni arra a kérdésre, pedig még nem tudjuk, hogy az a valami mi, hol van, mit csinál, de mégis kérdőképlet, tehát tudok egy kérdőképletet állítani bármire, ami éppen aktuális, mert pont az aktualitás hozza életre. Miért? Mert a tudati létben élünk. Mert nem egy objektív létben élünk, érted, ami tőlünk független, hanem ez az egész sehol máshol nincs, mint a tudatban. Csak ugye a konfliktusunk az, hogy mi hozunk a tudatunkban, a személyes tudatunkban olyan hagyományt, amiben benne van az apánk hagyománya, az anyánk hagyománya, a nagyszülők hagyománya, a nemzet hagyománya, a minden, érted? Szóval
Gyakorlatilag, hát elvileg ugye bármilyen létformában is lehetnénk, meg lehet, hogy voltunk is. A tibetek azt mondják, hogy bármikor újra születhetünk állatként, vagy növényként, vagy ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy egy hatalmas tudati háttér van. Ugye, ami ideig a tudatban történt, ahhoz nekünk mind közünk van. És mi magunk, mint fókuszpont, érted, mi magunk is hozunk a saját kis kúpunkból, aminek a hegyén vagyunk, egy kúp nyílik hátrafelé, érted, hozományainkból, hogy az mind-mind-mind működik, mind-mind-mind, ez működik. És ebben élünk mindenki. Tehát ezek szerint ez azt jelenti, hogy ezért van nekünk gondunk, mert olyan indítatásokat hordozunk, olyan például az, hogy a személyiségeink különböznek. Hát ez micsoda érdekesség? Miért fogod te meg így a kanalat, miért fogom meg úgy a kanalat? Miért pöccensz te be arra, hogyha ezt mondják neked, miért pöccenek be én, hogyha azt mondják nekem? De én nem pöccenek be, hogyha neked mondják, te se, hogyha nekem. Tehát, szóval ebből az következik számomra, ebből a sokaságból, hogy olyan értelemben nem felfejthető ez a dolog, hogy így darabilag, pitty-putty, darabunként megmondani, hogy most pedig ki fog lépni, 5 perc múlva az én, és akkor jön egy galamb és leszar engem. Hanem látni kell, hogy ez egy puha, mondjuk úgy, hogy nehezen kezelhetően könnyű dolog. Tehát habkönnyű, mert elszáll egy pillanat alatt. Tehát nincs is, meg nem is volt, meg majd nem is biztos, hogy lesz. Épp most van, de már nincs. És akkor nem sokára meg már nem lesz, meg most ki tudja, hogy mi lesz. Érted? Szóval ez egy habkönnyű, egy végtelenül áttetsző dolog, de mi folyamatosan küzdünk ebben, mert a tudatnak dolga van ezekkel a jelenségekkel. Dolgunk van vele, és ezért küzdünk. Te olyanokkal küzdesz, amivel én nem. Én olyanokkal küzdök, amivel te nem. Tehát az mi hagyományainkból, hozományainkból, a tudatunkban lévő leülepedettségekből éppen kialakul egy személyiség, de még az is változik. Hát nem vagyunk, hát nézd meg három év. Mi hat ránk, hol így van, egy beszélgetés már meghatároz. Egy csomó dolog van olyan, hogy az ember találkozik valakivel, és másképp kezd el gondolkozni. És ez a mester, hogy valaki mond nekem olyat, amit én mindig éreztem, de nem tudtam megfogalmazni, ez valójában az, hogy a mester, az univerzális szellemi mester megszólalt valakinek a szájából. És az én belém hatolt, és mostantól másképp látom a világot. Tehát konklúzió, hogy az asztrológia is úgy értelmezhető csak, és tudományos módszerekkel nem értelmezhető, mert a tudomány soha nem fogja kimutatni, hogy a Merkur bolygónak, mint konkrét fizikai tárgynak vannak ilyen gondolatébresztő vonásai. Érted? Tehát ez az anyagi tudomány, amely azt gondolja, hogy így valami konkrétan úgy van, ezzel nem lehet megközelíteni. De azzal a hozzáállással, hogy a tudatban zajlik minden, és mi a tudaton belül élünk, és mindenki a tudaton belül van, és az összes jelenség minden itt van, és ugyanakkor mégiscsak tapasztalunk, tehát annyiban valóságos a dolog, hogy megtapasztaljuk, átéljük. De hogyha a tudat oldaláról nézzük, és ez a konklúzió, hogy akkor a legjobb dolog, amit csinálunk, hogyha saját tudatállapotunkat tartjuk igazán kézben. Tehát például, hogyha van egy nagyon veszélyes Mars konstelláció, ami azt mondja, hogy lábtörés. Például igen, ilyet lehet azért, hogy addig-addig forgatja az ember, míg kimutatja, hogy ez a leginkább a lábtörésre ad hajlamot. Na most ezt az ember látja, és akkor beül, éppen hogy beül a saját szobájába, és ugyanazt a konstellációt meg tudja élni önmagában úgy, hogy például az akaratát szembeállítja adott esetben a gondolataival. Mert a Mars-Merkur kvadrát, ez mondjuk egy lábtörés, tegyük föl. Bizonyos esetben. Ez a konstelláció. De hogyha az ember azt mondja, hogy én most azt vizsgálom ebben a másfél órában, hogy a gondolataim és az akarataim hol állnak szembe egymással,
és megpróbálom az akaratomat a gondolataim igájába befogni. Be is teljesedett az a konstelláció. És akkor beteljesedett a konstelláció. Látod? Óriási. Szóval, és itt téved az asztrológusok nagy sokasága. De nem mindenki, mert van olyan asztrológus, aki így gondolkodik. Tehát, hogy azt mondja, hogy van egy nagyon veszélyes konstelláció, most ezt meg ezt kell csinálni, tehát hogy kell ezeket az erőket megszelídíteni? Van, hogy egy szertartással. Van, hogy mit tudom, egy meditációval. Van, hogy valami saját magamra rárót kötelességgel. Tehát például egy olyat valamit csinálni, amit nem szeretek. Érted? Ez egy marha nagy dolog, hogy direkt vállalok valamit, amit nem szeretek. És mégis csinálom. És az kioltja ugyanezt az energiát. Szóval ez egy zseniális dolog, öregem. Tehát ezek az orákulumok, I Ching, asztrológia, táró, vagy biztos van még sok. Tehát egy biztos, hogy ezek fantasztikus dolgok, de van még egy, én sok év után abba hagytam ezt az állandó nézegetést, és most már az utóbbi években én inkább csak utólag nézem. Mint például ezt a konstellációt megnéztem utólag, ugye, hogy amikor a vállam elizélt. Én ebből rögtön azt vontam le magamnak, amikor a vállam megsérült, hogy túl sokat vállalok. És így is van. Tehát ilyen volt az életem odáig, és most ez így kirakott belőle, nem is tudom csinálni a dolgokat. Érted? Most már egy hónapja gyakorlatilag, több mint egy hónapja, így fél kézzel, jó, most nincs fölkötve már, de így fölkötött kézzel jártam, és így nem tudtam jobb kézzel megfogni semmit. Senki nem várhatott el tőlem semmit. Semmilyen tevékenységre nem voltam rá kényszeríthető. Érted? De én ezt nem akartam, viszont mégis az eredménye az, hogy egy kicsikét visszafogtam a vállalásaimból. Tehát ez egy fontosabb kép, hogy az ember például tudja, hogy a válla az a vállalásokkal függ össze. Vagy a könyöke a könyökléssel. És a térde a térdeléssel. Tehát az, hogy például alázat. Hogyha valakinek sérül a térde, akkor el kell gondolkodni azon, hogy hol nem volt alázatos. Vagy hogyha valaki a könyökével sérül, akkor el kell gondolkodni, hogy ki az, akit félre akart sodorni az útjából. Tehát ezt én fontosabbnak tartom, ezt a fajta jelfigyelést. Én így, hogy ezt elmondtad, ezt a vállalás dolgot, különösen megtisztelve érzem magam, hogy engem elvállaltál erre a beszélgetésre. Látod? De miért? Mert közös szenvedélyünk van. Nekünk az a szenvedélyünk, hogy lássunk át a dolgokon, lássunk át a szitán, hogy hogy van az egész. És engem ez érdekel, 14 éves korom óta ez érdekel. Hogy ez az egész hogy van? Például én az Istent azt nem értettem azon az alapon, ahogy nekem a vallásban magyarázták. Szóval hogy lehet, hogy az, aki ezt az egészet teremtette, az bosszú álló a lényeivel szemben? Hát az egyszerűen abszurdum, hogy érted, teremtek egy csigát, és utána elnyomom, mert milyen gusztustalan. Hát ez nyilván nincs így, és nem is lehet így, mert nézd meg az élőlényeket, hogy hányféle élőlény van, és hányféle dolgot csinálnak, és szóval magyarul az a fajta bűntudatot gerjesztő, bűntudatot másokra rávetítő Isten, az nem létezhet. És nem is úgy van. Nem. Na de az Isten, amikor megérti az ember, hogy az micsoda, hogy az kicsoda, hogy az nem valaki más, hanem ez a létezés egésze, az a fantasztikus jó akarat, amivel minden létre tud jönni, és az itt és most van, ahhoz nem kell nekem te, vagy ő, vagy egy pap. Nem kell senki, hanem én magam már ott vagyok. És ugye a lényeg az, hogy nem valaki más, hanem magamból tudom leginkább megérteni, magamból értem meg. Szóval, nem valaki más, nem oldalt valahol valaki, hanem ez az egész már az, és ez azt jelenti, hogy te is az vagy, meg ő is az, az a tök idegen is az. Érted? És még a kutya is az, meg még a csíbor is, pedig a csíbornál nehéz undorítóbbat elképzelni, de mégis ő is az Istennek a szent megnyilvánulása. Tehát innen nézve jobban kezelhető a dolog, mint úgy, hogy van egy ilyen nagy gombóc világ, és oldalt ül az Isten, és aki kicsit bosszúálló módon sziszeg,
az emberekre. Szóval ez biztos, hogy nincs így. Előbb volt egy olyan gondolatod, hogy a tudomány ezt sose fogja bebizonyítani nekem. Én végeztem egy kísérletet nem olyan rég, meg régebben is, ahol pont ez volt a cél, ami nem publikáltam sehol, mert a tudomány szempontjából nem számít hitelesnek. Elmesélni tudom csak, hogy adott képletekből, amit valaki összerendezett nekem, tehát nyilván nem véletlenszerűen, direkt úgy, hogy mondjuk van hatféle ember benne, és az egyik kilóg, mert mondjuk van egy olyan problémája, nagyon domináns, a másik öt meg teljesen nyugodt, sikerült kiválasztani azt, hogy kiről van szó. Látod? Tehát magyarul az asztrológia rá tud mutatni valamire. Igen. Na, tessék, ez az. Na, ez így kell nézni. Ez egy bizonyíték. Ez egy bizonyíték. És én is ismerek olyat, mert ugye abból a közösségből, ahol én az asztrológiával foglalkoztam, tehát ilyen spirituális közösségből, ugye nem mindenkinek egyforma volt a képlete. És most ugye, mikor volt? 1985-től álltam én kapcsolatban ezzel a csapattal, és 1991-ig. Tehát gyakorlatilag 6 éven keresztül találkoztunk rendszeresen egy csapattal, és ugye asztrológiáról beszélgettünk, meg egyéb dolgokról. És akinek olyan volt a képlete, én azt tudom, hogy ki, annak a mai napig olyan az élete. Érted? Tehát akinek átfutó kereszt kvadrátja van, átfutó kvadrátja a kézébe, az minden szinten, érted, a problémát ismerek tapasztalja. Nyilas. Tehát nyilasban van a Vénusz és a Neptun. Ja persze, hát persze, igen, evidens, hogyha együtt áll, akkor a... Igen, persze. A Szaturnusz, és akkor az... Az viszont 12-es házban van, aminek a nap az ura. Vagyis oroszlán 12-es oroszlán a 12-es házad. Te meg oroszlán. Én meg oroszlán vagyok. Igen, igen, igen. Tehát van egy Szaturnusz... Na látod, tehát ez azt jelenti, hogy te minél inkább... kitartóan mész egy irányba, annál jobban megy neked minden. Tehát az összeszedettség egyrészt megy, ráadásul, hogy 12-es házban van a Szaturnusz, hát akkor az nagyon erős belső életre utal. Ami az ötös házam ura. Igen, tehát akkor te, ez akkor, még akkor azt is el tudom képzelni, hogy titkos szerelmeid vannak. Vártam ezt a megválasztást. Ez egy időben nagyon jellemző volt. Na, tehát akkor így ez működik. Mindegy, tehát most nekem meg annyiból nehezebb a dolgom, hogy én ugye oroszlán vagyok, tele van bolygóval az oroszlán azt jegyem. Azt néztem, mintha ötös együttállás. Hát tulajdonképpen hat égi testtel együtt, de az négyes házban, és a hatosból jön a Szaturnusz kvadrát. Tehát az egészet kvadrálja a Szaturnusz. Ami azt jelenti, hogy nekem nehéz például valami mellett kitartani. Viszont a sorsomnak a dolgai azok mindig is bejönnek. Tehát valami olyan állandóan valami sorszerű dolog megakadályoz ebbe, vagy visszafog, vagy bármi. De közben meg tele vagyok energiával, érted? Tehát hat bolygó oroszlán azért az egy erőteljes. Nem úgy mondja, az a hat dolog ott van valahol, akkor az berántja az energiát is. Berántja, de azért a Szaturnusz által erősen lefékezve. Mindegy, tehát én meg vagyok elégedve ezzel, tehát valójában az van, hogy most egy olyan tanuló, nekem is van egy nagy trigonom a Kos és a oroszlán között, egy Hold és az összes többi bolygó. Tehát a Hold a oroszlán bolygókra, egy trigon, egy erős trigon. A Neptun meg 72 fok, ami spirituális fényszög. Tehát gyakorlatilag meg vagyok erősítve én azzal, hogy minden oké, okay, de közben van egy állandó akadály. Olyan, mint hogyha kiállna a derekamból egy sarogja, rúd. Én egy szekér vagyok, de kiáll az oldalából egy kasza. Érted? És akkor úgy kell úgy menni. Hát így, ezért nem lettem Mick Jagger. De már ugye szintet mondom. Tehát, hogyha most nincsen az a Szaturnusz, akkor én most egy hatalmas nagy fénylő luftballon vagyok. De akkor lehet, hogy nincsen az a szerénység bennem, ami van, mert én most nagyon szerény lettem. Szóval én komolyan mondom, hogy az utóbbi évek arra sarkaltak, hogy én azt érezzem, hogy inkább hálás legyek,
mindennek és mindenkinek, nincsen büszke. A büszkeség az visszament. Olyan, mint ahogy a magyarságra gondolok, hogy például a magyarságomra is nem büszke vagyok, hanem hálás, hogy magyar vagyok. Hogy lehessen magyarul beszélgetni, magyarul gondolkozni. Hála, hogy magyar vagyok, de nem büszke. Hey, mire legyek büszke? Tudod, melyik nem a te számod, de nekem mégis az egyik kedvencem, és tudom, hogy részt vettél benne. Bogdi Bella áldásdal. Ja, igen, abban részt vettem. Áldás, na, áldás. Azt én nagyon szeretem. Na, de miért vettem részt benne? Hát azért, mert hogy igaza van. Bogdi Bellát nagyon szeretem. Ő egy igazi, spirituális művész, aki tényleg képes, szóval tényleg képes megjeleníteni azokat a pozitív energiákat, amiket meg akar jeleníteni. Tehát én szeretem az ő hozzáállását, meg az egész, szépen is énekel, tehát nincs kifogás. Áldás, így van. Na ez a szűrlet, hogy most gondolkodhatunk ezen, azon, amazon, mindenen, de a végső konklúzió az érdekes, hogy mit csináljunk. És a mi csinálásban pedig a legfontosabb szerintem az áldás és a hála. Tehát ha bárkire nézünk, arra áldással és hálával gondolunk, az akkor jó. Akkor elsimulnak az életben a negatív dolgok. Köszönöm szépen! Én is!